Javító intézetek, börtönök, fegyházak, földieimmel tele a barátok, meg várnak. Elzárnak egy életre a segítség helyett, ember számba sem veszik, közelítéltekkel. Kérdések kavarognak a fejembe éjjel, ez nem inszomnia, hanem a jövőn felőli kétel. Rugalmat nem lesz csak a szintetikus szerekbe, itt ragadtunk el feledve, az édentől keletre. Belekeveredtem. Ez a beleszületünk, ez ilyen, ez a környék, érted? Mindenki ezzel foglalkozik, csak mondjuk én nyomtam kicsibe, ő meg kicsit feljebb jutott, érted? Három évet kaptam. Komolyan? Letöltendőt? Letöltendőt. Abból 15 hónapot ültem le. Mennyi a rivalizálás azért a cuccárusok? Hát annak idején ment. Uh-huh. Hát szerinted akkor miért ültem? Ha nem ment volna, akkor nem ültem volna, mert nem zavartam volna senkit. Gondolj bele te is, mondjuk 16 személy zárgá volt, most egyedül voltam magyar gyerek. Komolyan? Ja. Cigók között? Ja. De olyan, hogy gyilkosok, meg ilyen. És kijöttél velük? Hát, viszonylag, valamennyire. Nem féltél? Nem. Mitől? Hát én félnék. És mi kell ahhoz, hogy megúszta az ember, hogy ne legyen csicska? Hát, ütőképesnek kell lenni. Hát az még a kajáért is verekedni kell. Aki olyan. Mikor a saját spanót fölhordtad talál rá. A fertőző környezet téged is beteggé tesz. Ennyi szar után te nem lennél ellenséges. Kérdések kavarognak a fejembe éjjel. Ez nem inszomnia, hanem a jövőn felőli kétel. Rugalmat nem lesz csak a szintetikus szerekbe. Itt ragadtunk el feledve az édentől keletre. Ez rosszabb, mint Compton? Hát szerintem igen. Nézd szét, mi van itt? Egyébként ott az iskolám, pont szemben. Igen? Úgyhogy jó fele megyünk. Aha. Ja. De még jársz ide? Persze, hát ide mondtam, suliba járok. És hogy? Hát nem tudom, ide kifejezetten rossz gyerekek járnak. Én meg kifejezetten rossz gyerek vagyok, és nyilván megváltam a helyemet. És milyen? Ennyi az egésznek a lényeg. Milyenek itt veled? Tanárokkal nagyon jobban vagyok, mert olyan emberien beszélnek velem. Nem az, hogy lenéz és fújt, hogy drogozol vagy akármi. Próbálnak segíteni. Emberekkel is kijövök érte. Van mikor, nem? Hát ezt meg lehet beszélni. Emberek vagyunk, most nem azt mondom, hogy mindig ütni kell, ha meg kell, akkor kell. Már, milyen jó vagytok! Amaszt is már! Mihajt, ezt meg nem ér! Ezek az osztálytársaid? Ja. Akkor itt van eleged? Szia, Alex! Mi a helyzet, Alex? Itt van a 444. Na, hi! Figyelj, Ádám! Te nem vagy jól. De olyan képeket láttam, képzeld el, úgy nézték, mint akik be van állva, a másik képen úgy nézték, mint akik külföldön volt, a harmadik képen úgy nézett ki. Milyen az, amikor úgy nézek, mint akik külföldön? De ha nem tesz valamit magával, akkor egyszer a hullaház lesz a vége. Jó, minden. Hát ez ennyi. Előbb-utóbb te is oda jutsz. Töröm neked az utat. Komoly volt, mi? Előbb-utóbb hullaházba jutsz. Kezdj, mit mondasz? Jó, mint aki külföldre. Gyere, megmutatom neki csólyom telepet, hogy hogy élnek valójában a csóró gyerekek. A zárójárnak, a családos csokokázni, mert másképp nem tudják a kölyköket ruházni. Nekem ők a testvéreim, nem ezek a köcsögök. Szánalmasok vagytok, még csak nem is röhögök. Én ugathatok erre, mert ebben élek. De ti kussoljatok, milyen gangster élet. Hagyjad már. Gondolom, hogy nem így tovább. Csak idáig tudom. Brooklyn, abba új Zemplén megyek. Jöhet neked is? Rapper az egész ország. Sajnos. Hát de itt a rap az csak Tupac volt, szerintem. Én csak Tupacet hallgatok, már egykor hallgattam Basztát is, meg ilyenek, de rájöttem, nincsen semmi értelme. Hogy nincs értelme? Én amikor bekerültem, még akkor jó zenéi voltak, de kijöttem, mondom, geci, mit csinál ez a hülye is? Így voltam vele. Hát az első nyilván a főszerep, Tupac. Aha. Nekem ő volt az első, aztán jöttek ilyen Mobb Deep, Outlaws, utána jött a West Coast végül is, abból MacMan, Raylab, DOC, Easy, NWA, ezek, tudod, én ezeket a régieket szeretem.
És van a New School rap, ugye mi azt nem hallgatjuk, vagy ritkán, mert van a trap. De azt is lehet jól csinálni, ott van például Freddie Gibbs, az jól csinálja. De ezek nem úgy csinálják, műanyag, autotune, hang, meg minden, az egész olyan gagyi, tudod, nem szól semmiről. Most van a csávó, érted? Rack City Beach, Rack City Beach, áll a csávó is ennyi, és akkor pörögnek a kurvák a rudon, meg vizé folyik a pénz, és akkor ki a faszt érdekel, érted? És most akkor nem az volna, hogy mondani valódva? Most amit mondok, én azt vállalom, minden soromat vállalom, minden soromnak oka van, én úgy írtam meg direkt. Nem írok bele túlzásokat, nem írok bele kicsinyítéseket, max valamit elhallgatok, ami még éppen aktuális, érted? Majd ha lejár, akkor majd megrepeljük, ha akarom, ennyi. Kérdezte, hogy nekem mi a real, ő a real. Érted, neki nem pitbull kell a klipbe, neki krokodil. Nyom már valamit, geci? Mit nyomja? Figyelj, valami nem mi? Tudom. Mi? Volt az a rendőrös, aztán? Rendőrös? Na. No. Valami ilyesmi mondta, hogy és íme, itt vannak a kékek, kik állítólag szolgálnak és védnek, de közben különböző tudatmódosító szereken élnek, és még ezek igazoltatnak engem. Hát nevetséges ember, csak próbálj meg rám is kezdet emelni valami bekristályozott faszfej. Megszerzem a fegyverét és azzal lövöm fejbe, de akkor nekem már minden mindegy, és azok közül kikértem jönnek, amennyit csak bírok a föld alá teszek, és leszorom, hogy korrupt vagy ártatlan, hisz nekik is látniuk kell, mi folyik ebben a kicseszett államban. De ők nem tesznek semmit, mert gyávák és félnek, pedig ők azok, akik igazán tehetnének ennek ellenében. Ti meg mind, vakságra kár osztatjátok magatok, mert nem akarjátok látni, mi folyik a kibaszott utcákon. Azt hiszitek, hogy ezáltal védve lesztek? Ez csak ideiglenes, hidd el ember. Mert ez így megy tovább, eljön majd a pillanat, mikor beléd is beléd állnak, hiába vagy ártatlan. Csak azért, mert más a bőrhaj vagy a szemszíned, vagy a politikai, vallási, szexuális nézeted. Vagy egyszerűen nem tetszik nekik a képetek, faszfejek, na béke véletek, mert porra hitokra, én mert pontot teszek a soraimra, ja. Valamennyire ezt a környezetet, akik itt vannak, barátaim, azokat ki akarom ezzel emelni. És fel akarom rá hívni a figyelmet, de amúgy lényegtelenül szarnak rá. Szóval mindegy, így mondogatom magamnak, megérted, de eljövünk, azt jó, megmondhatod, de ennyi igazából. És meghallgatja egy Pest, azt mi az ez, gettó palánta, vagy mi, meg bűrös cigányok, tudod. Ott szarok rá. Nem nekik van, most hogy értenél meg anyuci házába, ül a gép előtt, érted, nyomja a GTA-t, és neki annyi a gangster éve. Folyamatosan mondom Ádámnak, hogy csinálhatnál egy kicsit pozitívabb szöveggel zenét, de nem tud. Most jött egy srác, hogy nem vállalok fellépést. Mondom, mivel ember? Mondom, hogy buliba beállít, csak a családi problémáimmal, érted? Hát mondom, szívesen vállalnák, mondom, hogy csinálok egy-két zenét, érted? Legalább 3-4 zene legyen, amit elviszünk koncertre, érted? Valami lazulósabb, vagy nem tudom. Szóval nem ennyire antiszociális. Ha téves lettem, mikor hangokat hallottam a fejembe, vagy betegettem lelkileg, nem mert elmondani senkinek. Összeroppoltam mindenkileg, egy elhagyarott garámba. Szét akartam locsolni a benzint a kurva lakásba. Na, hát kiskoromból volt, hogy jöttem az iskolából, de még akkor ott laktam. És akkor annyira kettős voltam, hogy hangokat hallottam a fejembe. Ezt csináld, ezt csináld, azt csináldom azt. Nyilván erre utólag rájöttem az okára, mert én ezeknek utána olvastam. De akkor még nem tudtam, hát gyerek most 8 évesen mit csináljon a gyerek. És akkor, na mindegy. És ez a hang megkért rá, hogy menjek fel a házba, vegyek magamnak benzint, és gyújtsam fel anyámat, a ott lévő köcsögöt, és húzzak el a gecibe. Ennyi volt, aztán már valahogy megálltam. Mai napig felgyújtanám egyébként. Csak hát nem, faszom akar ülni, érted? Egy köcsögér, annyit kapsz érte, mint egy rendes ember. Felmondom, á, nem kell a balhé, mert így is sok van a nyakamon, én is még bíróságra 17-én. Igen? Van egy ügyed? Még van egy betörés, ja. Voltam pszichológusnál, hát figyelj, ilyeneket tippeltek, hogy diszociatív személyiségzavar, bipolaritás, kizofrénia, depresszió, meg ilyesmi. Nekem ez személyiségváltozás, folytonos, és nem tudok ellene tenni. Tudom róla, hogy van, ugye diszociatív személyiségzavar. Tudom, hogy van, viszont nem tudok ellene tenni. Megyek, béke van, minden, Bob Marley, a király, szívjunk egy jointot, érted, megkattanak, és akkor te mi a fasz keresel mellettem köcsön. Érted, csúnyán nézel rám, most leszedem a fejedet, érted, ilyen volt. Kérdések kavarognak a fejembe, éjjel ez nem inszomnia, hanem a jövőn felölni kéte. Itt ragadtunk el feledve, az éden tökéletre, a legszegényebb régióban élve eltemetve. Nem döglök meg, akkor biztos lesz valami, de amúgy szarom lehet. Remélem azért be nem kerülök, próbálom elkerülni ezeket, de tudja faszom.